Quentin Tarantino stílusát minden filmkedvelő messziről kiszúrja. Napjaink egyik legnagyobb rendező zseniének előző műve is egy western volt, és noha nem szokott mellélőni, azért voltak aggályaim, hogy ismételni fogja magát. Ez minimális mértékben beigazoldott, de az aljas 8-as így is nagyon egyedi élmény. John fejvadász, aki a 10 000 dolláros vérdíj fejében a bűnöző Daisy-t viszi a közeli Red Rock városába, ahol a nőt majd kivégzik. A zord időjárás miatt azonban meg kell állni a kis fogadóban, ahol néhány különös figura is megszállt. John úgy gondolja, hogy egyikük ki akarja szabadítani Daisy-t, így a feszültség egyre nő, és tudjuk, hogy mindenkinek van vaja füle mögött. Az aljas 8-as első blikre nagyon merész vállalkozásnak tűnt, hiszen egy kamaradrámáról beszélünk, ami kis túlzással egy helyszínen játszódik, és a cselekmény legjavát a folyamatos szövegelés teszi ki. Így fenntartani a figyelmet 168 percen keresztül igazi kihívás. Persze ki más tudna megbirkózni ezzel a feladattal, mint sem Tarantino. Egyedül a felvezetésnél éreztem azt, hogy a tempó egy kicsit lassabb a kelleténél, de ez a kötelező jellemábrázolások miatt effektív elengedhetetlen. Aztán beérünk a pihenőhelyre, és egyből érezni lehet a feszültséget és a paranoiát. Tudjuk, hogy mindenki elhallgat valamit, csak azt nem, hogy mire akarnak kiukadni. A karakterek egytől egyik kiválóak, kezdve a fehérgyilkos Warren őrnaggyal, de a rasszista Sheriff Mannix, vagy éppen a nagy felbújtó Daisy is megír egy misét. Apropó rasszizmus. Ismét nem ússzuk meg ezt a kérdést, ami jelen esetben az Észak-Dél háború kapcsán kerül elő. Nem olyan drasztikusan, mint a Django-ban, de azért érezhetően jelen van. A műgerince azonban most nem erre épül, hanem egy szimpla, fiktív történet köré. Tarantino zsenie pedig ezen a téren is megmutatkozik, mesterien tud mesélni ez az ember, az aljas 8-as pedig épp ezért abba hagyhatatlan. Tudjuk, hogy valami történni fog, de csak feszülten figyelünk, aztán robban a bomba és elszabadul a pokol. Frappáns csavarok, pálfordulások, percenkénti elhalálozások és groteszk mellékszálok váltogatják egymást a történetben. Tarantino ezúttal se fogta vissza magát, rengeteg beteg, de hihetetlen kreatív ötlet köszön vissza a képsorokról. Az ő stílusát ismerve fel vagyunk készülve mindenre, de az aljas 8-ashoz még így is kell gyomor. Az erőszak mértéke simán felülmúlja egy átlagos mozifilmét, de a Django-nál és a Becstelen Brigantiknál is jóval durvább a film. Színészi fronton Samuel L. Jackson magasan viszi a prímet, de Walton Goggins is élete alakítását nyújtja, és a többiekre sem lehet panasz. Tarantino tehát ezúttal sem okozott csalódást, hozta a rá jellemző fekete humorral átitatott vérgőzös agymenést, ahogy azt csak ő tudja. Az aljas 8-as közel sem a legjobb filmje, nem lesz akkor a közönség kedvenc, de jóval merészebb és kevésbé kommersz, mint az előző két munkája, sokkal inkább a kutyaszorítóban nyers hangulatát érezni rajta. A hossz ellenére is leköti az embert, és egy olyan bizarr, de komplex és egyedi élményt ad, ami egy laikust is képes filmőrülté tenni. És ezért szeretjük Quentin bácsit. Én ennyi lettem volna, ha tetszett a videó, akkor lájkolj és iratkozz fel, aztán legközelebb találkozunk. Csácz!